A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet programjain vettek részt azok a táborozó gyerekek, akik a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával nyaralhattak Kárpátalján. Az Ivano-Frankivsk, Lemberg és Ternopil megyéből érkezett fiatalok a nap folyamán könyvjelzőket készítettek és fánkot sütöttek a beregardói Perényi Kultúrkúriában. A napot egy kisebb túrázással kezdtük a közeli hegyen, a kollégáink körbevezették őket a Perényi Kultúrkúria udvarán és a területén, aztán kézműves foglalkozásokat és hagyományos magyar csőröge fánkot készítettünk együtt a gyerekekkel. A program célja kikapcsolódási lehetőséget biztosítani a fronton harcoló honvédek és a lakhelyüket elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek. A megyei tanács szintén részt vett ennek a tábornak a szervezésében, mivel a vállalkozás közvetlen kapcsolattal bír a megyével. Ez fontos dolog, hiszen itt a fronton harcoló katonáink és az ideiglenesen áttelepült személyek gyermekei üdülhettek. Ez egy jó lehetőség volt a gyermekeknek, hogy kikapcsolódjanak és pihenjenek itt Kárpátalján és erőt gyűjtsenek az új tanévhez. A gyerekek Ivano-Frankivsk, Lemberg és Ternopil megyékből érkeztek, vagyis Kárpátaljával szomszéd. Ez az ötödik gyermekcsoport, amely táboroztatását a magyar kormány finanszírozza. Közismert, hogy Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre a háború első napjától kezdve, és ennek az akciónak egy kiemelten fontos része az, hogy a gyermekek számára is megpróbálunk egy kis üdülést, feltöltődést biztosítani azoknak a gyermekeknek a számára, akik nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerültek az elmúlt időszakban. A gyermekek üdültetése a TISZA Európai Területi Társulás szervezésével valósult meg. Ezek a gyerekek, akik most itt vannak, ők belső Ukrajnából érkezett gyermekek, akik itt egy kiránduláson vesznek részt, illetve üdülnek. Ez egy projektnek a része, mely augusztus közepén indult. Itt Kárpátalján 4 csoport tudott üdülni. 3 csoport itt Jánosiban, a Beregszász melletti Jánosiban, illetve 1 csoport Fisken. A tábor zárónapján a TISZA ETT képviselői ajándékcsomagokat adtak át a gyerekeknek.